Két héttel ezelőtt egy ismeretlen elkövető leszakította az Altoripa szabadidőpark vízi alkalmatosságának ajtaját. A helyi lakosoknak nem csak látványosság, hanem hovatartozásuk jelképe is a bárka, így még elkeserítőbb ez a tiszteletlenség számukra. Nem kéne ennek megtörténni, tehát vigyázni kellene az értékeinkre, mind a közvagyonra, mind a vagánvagyonra, hiszen ezek egyrészt jelképeink is, másrészt anyagi vonzata is van ennek, egyéb következményei vannak, tehát egy kicsit, vagy nem is kicsit jobban kellene vigyázni, óvni a környezetünket. Most látni megint egyébként a településen, ahogy jöttem le a partra is egy-két utcanévtáblát, ami fel a földön. Tehát ebbe is volt hullám, amikor nagyon sokat rongáltak meg, most is játom jeleit, pedig hát ezek bennünket szolgálnak. A város igyekszik folyamatosan bővíteni kültéri kamera rendszerét, amikkel a hasonló esetek megelőzhetőek és kivizsgálhatóak lesznek. Bízunk benne, hogy, hogy megelőzésként a kamerarendszerünk fejlesztése az majd ez segítheti szolgálja. Folyamatosan vásároljuk a mozgatható kamerákat, amik nem állandó fixre vannak telepítve, hanem a különböző olyan pontokra, ahol valamiféle fajta nem kívánatos esemény történik, akár rongárás, akár szemét, illegális szemét elhelyezés, illetve szeretnénk az előttünk álló városi fejlesztésekbe, ugye a top pluszos fejlesztésekbe is a kamera, a telepített kamera hálózatot is fejleszteni, elsősorban a nagyforgalmú helyeket, például a buszmegállók környéke, azokat a közterületeket ö, ö, megfigyelni, ahol jellemzően ö, nagy forgal, jármű és forgalom van. A tolnajak összetartása azonban ez esetben is érvényesült, hiszen egy polgári összefogás segítségével a megrongált ajtó visszakerült méltó helyére.